Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Kaposvártól elszenvedett vereség után sorsdöntő meccsen fogadják a Honvédot vasárnap a Kék Cápák. Két gólos győzelmet aratott a DVTK ellen a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 72 együttes lépett pályára a kezdődobás program idei második tornáján. 40 ponttal kapott ki a Sopron második csapatától hazai pályán a nyíregyházi kosársuli. Két vesztes mérkőzés után lépett pályára hazai környezetben az alsóházi rájátszásban a Hübner Nyíregyháza Blúsász. A Kék Cápák szerdán a Kaposvárt fogadták. Két vesztes mérkőzés után fogadta a Kaposvárt a Nyíregyháza, amelynek egyik kulcsjátékosa, Ritis Pipirász a bemelegítés után jelezte, hogy sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot. Az első negyedet 3 ponttal a vendégek nyerték, a második 10 perc 1 ponttal a hazaiaké lett. A térfélcserét követően 3 triplával ellépett a Kaposvár, majd 10 pont fölé nőtt a különbség. A negyed végére felzárkóztak a Cápák, sőt a záró játékrész elején utól is érték ellenfelüket. A vezetést azonban nem tudta átvenni a Nyíregyháza, a vendégek ismét kiépítettek egy kisebb előnyt, amit meg is tartottak a mérkőzés végéig. A hazaiak vezetőedzője feszült hangulatban értékelt a mérkőzést követően. Először a kosárlabdáról beszélek. A srácok mindent megtettek, a legjobbjukat nyújtották 40 percen át. Ritis Pipirász nélkül játszottunk, már pedig ő fontos hiányzónk volt. Fejlődnünk kell abban, hogy hazai pályán jobb százalékban kell dobnunk a büntetőt, és ma sok hármast is kihagytunk. Minden statisztikai mutatóban egyenlőek voltunk a Kaposvárral, vagy még jobbak is voltunk, de volt ma 3 ember a pályán, akik nagyon rossz munkát végeztek. Ennek hangot kell adnom. A játékvezetők az első félidőben borzasztó helyzetbe hoztak minket. 4 technikait kaptunk a meccsen, egyet például úgy, hogy dobás közben a játékosom aláugrott a védője. Ez sportszerűtlen is lehetett volna, erre az én játékosom kapott technikait. Nagyon könnyű síppal fújták ránk a faltokat is, egy fontos blokkot is szabálytalannak láttak, míg mi az első félidőben szinte semmilyen ítéletet nem kaptunk meg. A szövetségnek tennie kell ezzel valamit. Mi itt napról napra küzdünk, és a játékvezetők elpusztítanak minket. Biztos vagyok benne, hogy ha 5-5 ellen játszunk, megnyerjük ezt a meccset. A kaposvárjaknak gratulálok, ezeket egyáltalán nem ellenük mondtam. A vendégek vezetőedzője szerint a második félidőre feljavult játékuknak köszönhetik a győzelmet. Mindkét csapat számára nagyon fontos volt a meccs, hogy milyen irányba indulna tulajdonképpen. Azt mondom, hogy az első félidőben nagyon idegesen játszottunk. Nem ment úgy, ahogy a labda, ahogy kellett, sok eladott labdánk volt, és nem dobtunk egyetlen egy 3 pontot sem. A második időben fordult a kocka, hogy az első félidőben 11 eladott labdánk volt, a másodikban csak 3, meg kintről is hála Isten betaláltunk, és ebből tudtunk egy kis előnyt kovácsolni, amit aztán majdnem el is engedtünk, mert visszajött a Nyíregyháza a meccsbe. Gratulálok a fiúknak, ez egy rettentő fontos győzelem volt, sokan nem is gondolnák, hogy mennyire, és a nyíregyháziaknak is sok sikert kívánok a továbbiakban. Én azt gondolom, hogy így a Pipirász nélkül, illetve a Perinek is fault gondja volt, szerintem a magyarok jól játszottak. A forduló másik két mérkőzésének eredménye a következő: Budapesti Honvéd Oroszlány 67-73 és Atomerőműese Szeged 87-70. Az alsóházi tabella élén az Atomerőműese áll 11 ponttal, megelőzve a 10 pontos Oroszlányt. A 4 ponttal 6. Nyíregyháza vasárnap 19 órai kezdettel a Budapesti Honvédot fogadja a Continental Arénában. Két gólos győzelmet aratott a DVTK ellen a nyírbátori férfi kézilabda csapat az északkeleti csoport rangadóján. Falcsik Miklós együttese 29-27-re verte ellenfelét. Egy nagyon jó csapatot győztünk le, ráadásul egy olyan csapatot, akinek sokkal több variáció, tehát a lehetősége a kollégának variálni sokkal nagyobb, mint például nekünk. Igazából én nem is nagyon tudok taktikailag belenyúlni a mérkőzésbe, esetleg védekezés váltani, támadásban esetleg tudok segíteni, de sok variálási lehetőség nincs. Úgyhogy talán
nem vettek elég komolyan fiú bennünket, pedig én ezt nagyon határozottan állítottam és mondtam, hogy igenis minden mérkőzésünket meg akarjuk nyerni. Volt a mérkőzésnek olyan periódus, akintről úgy tűnt, hogy végig kézben tartotta Nyírbátor a meccset, mikor úgy érez, hogy esetleg maga javára fordíthatja a DVTK? Ebben a gyors játékban, amit Polnár András kollégámék játszanak, ebben benne van az, hogy másodpercek alatt képesek volt elérni. És abban a pillanatban, hogy mi nem tudtunk a visszarendeződést tökéletesen végrehajtani, abban a pillanatban gólt is értek el. Vagy számunkra a jobbik szituáció az, hogy Robi szenzációs formában védett, és nem csak kötelező védéseket hajtott végre, hanem nagyon sok extrát mutatott be. Olyat, amit más kapusok nem biztos, hogy meg tudnak csinálni, mint például az ő kapusok, Antal. Visszatérve a Mezőkövesd elleni meccsre, igazság szerint a presszisen és a két ponton kívül nincs tétje egyik csapat számára sem meccsnek, hiszen a Mezőköves minden bizonnyal bajnok, nektek minden bizonnyal megvan a harmadik hely, mégis mivel tudod motiválni a srácokat? Sok mindenre. Az egyik legfontosabb például az, hogy nekem Molnár András egyik legjobb barátom, és valahol fáj az, hogy ezzel tulajdonképpen előnybe került, nem egy gólos előnybe, hanem most már két gólos vagy két pontos előnybe került a Mezőköves. A legnagyobb történet az lenne, hogyha meg vissza tudnánk ezt csinálni, és meg tudnánk verni a Mezőkövesdet is, és akkor maradna az felállás, mert nekünk se előre, se hátra. Tehát mi nem tudjuk megelőzni a DVTK-t, nem tudunk most már hátrébb se kerülni ezzel a győzelemmel. 6 ponttal vezetünk, ha ma még gyarmaton az Acélváros megint esetleg kikapott, vagy pontot vesztett, akkor aztán végképp nem tudunk a lógóról lecsúszni. Úgyhogy nekünk egy felszabadult, jó játékra van szükség. A görcsön a Mezőkövesd, mert neki kötelező győzni. És azért nem vagyunk könnyű falat, ezt most bebizonyítottuk. A forduló rangadó volt ez a mérkőzés, és a rangadóhoz méltó játékot hozott. Diós Győri szempontból egy hiba pont, ahogy a Nyírbátor nyert. Ugye tavaly itt voltál, ezért tudtad, mire számíthatsz. Hasonló meccset vártál? Igen, persze, hát egész héten úgy készültünk, hogy egy nagyon kiélezett rangadó lesz. Én tudtam, hogy a nyírbátori srácok és a stáb is mindent meg fog tenni a győzelem érdekében, ami teljesen természetes. Jól láttak a rangadóhoz, mi is jól látunk a rangadóhoz. Én azt gondolom, hogy ők tényleg a maximumon mentek. Mi borzasztó sok hibával játszottunk, megérdemelték a győzelmet, tehát minden olyan lehetőséget, ahol felállhattunk volna, sajnos elrontottuk. Az első fél időben, amikor vezettük, akkor szintén hibákat követtünk el, és fordítani tudtak. Tehát én azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik nem tud folyamatosan jól játszani, vagy amelyikben nincs olyan egy-két olyan játékos, aki magához tudja ragadni a kezdeményezést akkor, amikor a csapat bajban van, az nem is érdemel győzelmet. Úgyhogy tiszta szívből gratulálok a nyírbátori csapatnak, mi gyakorlatilag egy év munkáját dobtuk most ki. Tehát az, hogy mi megnyerjük a bajnokságot, az most már konkrétan elúszott. Nagyon sajnálom, viszont nagyon sok tanulsággal szolgált nekem is még edzőként. Azt gondoltam, hogy megismertem ezeket a srácokat, de úgy tűnik, hogy nem teljesen. Úgyhogy megpróbálunk nyilván fölállni, tehát most az élet ezzel nem ér véget. Van még 4 forduló, megpróbálunk minden meccset megnyerni. Úgyhogy nagyon nehéz ilyenkor nyilatkozni, amikor az ember sokkal több hibát lát, mint jó megoldást. Ugye nyilván az edzéseken nem a hibákra készülünk, hanem a jó megoldásokra. Úgyhogy nagyon-nagyon sajnálom, még egyszer nagyon gratulálok az ellenfélnek, további sok sikert kívánok nekik, mi pedig megpróbálunk előre tekinteni és fölállni a jövő héten. A mérkőzés végén látva a ti örömtáncotokat és a Diós Győri játékosokat a földön, egyértelmű volt, hogy melyik csapat számára mit jelentett ez a találkozó, te bent hogy élted meg a pályán? Az elejétől kezdve nagyon, nagyon jól kezdtünk be. Ott végig tudtuk egyébként tartani a meccset. Nem tudtak elmenni gyors gólokkal, a fél időt is előnnyel indítottuk, és ezt az előnyel megtartottuk a végéig. Mennyire nehéz felkészülni arra a játékra, amit a DVTK-kel játszott, hogy kapott gól után villámgyorsan igyekeztek támadni és gólokat szerezni? Ismertük a játékukat, tudtuk, hogy a gyors lerohanásokat azt nagyon viszik, és gól után is, vagy védett labda után is indulnak egyből. De én úgy gondolom, hogy bírtuk erővel, és ezt is jól megoldottuk. Neked volt egy kis technikai szüneted, kiesett a kontaktlencséd egy ütközés után, ez milyen volt? Egy kicsit megzavart, ott ki kellett menni, de utána volt pótlencse, aztán utána vissza tudtam állni. Ugye következik most egy Mezőkövesdi fellépés. Falcsik Miklós azt mondta, az lenne az igazi, hogyha a Mezőkövesdi is el tudnátok venni 2 pontot, és akkor visszaállna a mostani forduló előtti eredmény a két csapat, a Mezőkövesd és a Diós Győr között. Milyen esélyt látsz erre? A Mezőkövesd is egy komoly erőt képvisel. Én úgy gondolom, nyilván azért vannak
most a bajnokságban ott, ahol. Hát ugyanúgy készülünk rájuk, mint a DVTK ellen, aztán majd meglátjuk. Reméljük, hogy győzelemmel jövünk haza. Falcsik Miklós a győzelem egyik okaként a két kapus teljesítmények közötti különbséget említette. Te milyennek ítélted meg a teljesítményedet? Örülök, hogy jól ment a védés összességében. Nem gondolom, hogy a kapus teljesítmények különbsége döntött volna. Nem értek egyet Mikivel, mert Tormanti kollégám is remekül védett, főleg a második fél időben. Én azt gondolom, hogy mi jobban akartuk a győzelmet, és ez ki is mutatkozott a meccs végén. Mennyire volt nehéz az, hogy ha dobtatok egy gólt, gyakorlatilag 2-3 másodpercen belül már támadták a kapudat? Ez borzasztó nehéz, nyilván tudtuk, hogy a Diózsiának a játéka az ilyen. Erre készültünk egész héten, és azért azt gondolom, hogy nagyjából sikerült is megoldanunk. Ez volt a 18. forduló, a 18. bajnoki meccsetek, de talán azt lehet mondani, hogy minden szempontból ez volt a legemlékezetesebb, egyetértesz? Igen, szerintem is nagyon emlékezetes volt, meg őszről volt bennünk egy kis tüske, hogy idegenben úgy sok több góllal kikaptunk, szerintem nem volt akkor annyi a két csapat közt. Most be is bizonyítottuk ezt, hogy sokkal jobbak vagyunk annál, mint amit ott mutattunk. Fizikálisan vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a meccs? Kicsit mindkettő benne volt, azért el is fáradtunk a végére, már mindenki tényleg a extrán felül teljesített, de kibírtuk. Volt benned olyan érzés, amely bármelyik időszakában, hogy esetleg megfordíthatja a DVTK a meccset, hiszen gyakorlatilag a 60 percből 53-55-ig ti vezettetek? Persze, az mindig benne van, hogy bármikor jöhet egy olyan sorsfordító, egy rossz lövés, egy rossz passz, bármiből, de aztán mindig vagy a Robi tett hozzá valami kis pluszt, vagy mi támadásba valami. Mindig volt valaki, aki tovább lendítette a csapatot a nehéz helyzetben. Mekkora lökés adhat ez a DVTK ellen győzelm a mezőkövesdi meccs előtt? Hatalmasat. Én azt mondtam a többieknek, ha a DVTK-t el tudjuk kapni, akkor miért ne tudnánk a mezőkövesdet is, úgyhogy ilyen mentalitással megyünk neki jövő hétnek is. A forduló további eredményei a következők: Tiszavasvári SM Mezőkövesdi KC 24-35, Balmazújvárosi KK Deac 2 27-33, Fehérgyarmati VSE Acélváros KK 27-27, Hajdúböszörményi TE Kisvárdai KC 29-22 és Kazincbalcikai KSE Újfehértó Kálusjemjén SZSE 31-29. A tabella élén a Mezőkövesdál 34 ponttal, megelőzve a 32 pontos DVTK-t és a 30 pontos Nyírbátort. A kézilabda népszerűsítése és a sportág utánpótlás bázisának növelése a célja a kezdődobás programnak, amelynek idei második tornáját vasárnap rendezték meg Nyíregyházán és Fehérgyarmaton. Ezen a hétvégén 72 csapat volt, aki nevezett. Nagyon-nagyon szeretjük az U8-U9-es kezdőprogramot. Ez a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatójának koncepciója alapján működik. Itt vannak a legkisebbek, ezek az első lépések a sportcsaládunkban ezeknek a gyerekeknek. Milyenek a visszajelzések az edzők, a testnevelők részéről és a szülők részéről, mert ugye pici gyerekekről van szó, nagyon sok szülő itt van a látón. Mindig szeretünk nagyon komoly szakmai színvonalat nyújtani egyébként a gyerekeknek. Ez az első benyomásuk a sportágunkról, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek. Igyekszünk oda kötni őket a sportághoz, és hát van bennünk azért egy olyan, nem is kell nagyot álmodnunk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy lehet, hogy itt van a leendő válogatott, aki majd erősíti a magyar válogatottat, hiszen megyünk nagyon sok sportolót ad akár a legmagasabb szintre is. A válogatottakban, gondoljunk Kulcsár Anitára, vagy gondoljunk Harsányi Gergőre, vagy a mostani Máté Dominikra. Mikor lesz a következő rendezvény és hol? Májusban tervezzük ugyanezzel a helyszínen, hiszen olyan sok csapat van, az egyik legnagyobb utánpótlás bázissal rendelkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Vármegye, és ezért ugyanígy a Continental Arena-t szeretném majd igénybe venni. Ugye az elmúlt hét mozgalmas volt a kézilabda számára, lezárult egy korszak, Kocsis Máté helyett Ilyés Ferenc lett a Magyar Kézilabda Szövetsége elnöke, és azért már mondott is egy-két dolgot arról, hogy mit szeretne a jövőben, merre felé tarthat a magyar kézilabda. Valóban pénteken volt a Magyar Kézilabda Szövetség küldött választógyűlése. Egy nagyon sikeres korszak zárult le. Az elmúlt 8 évben mind pénzügyileg, mind gazdaságilag a Magyar Kézilabda Szövetség megerősödött. A játékos állományunk meg 4-szereződött, és szerintem bárki, aki az országban jár, láthatja a megépülő kézilabdapályákat, munkacsarnokokat. De hát nem kell messzire mennünk, azokat a multifunkcionális csarnokokat, amik épültek Veszprémben, Szegeden vagy Budapesten. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés időszak után veszi át egyébként az új elnök.
ezt a pozíciót, és nekem nagyon-nagyon jó volt a benyomásom, személyesen is láthattam ezt a elnökváltást, és I.S. Ferenc szerintem nem ismeretlen egyébként a magyar kézilabda társadalomnak, hiszen ő a válogatottban szerepelt, nagyon sokáig csapatkapitánya volt, és ő volt az utánpótlás akadémiáknak, a határon túli utánpótlás akadémiáknak a vezetője. Volt egy világbajnoki selejtező is Kisvárdán ezen a héten, vagy mondhatjuk most már az elmúlt héten, ugye Ukrajna és Észak-Macedónia, amilyen tevékenyen részt vett, milyen minőségben? Az Európai Kézilabda Szövetség szervezi a világbajnoki selejtezőket Európában, és ugye miután Ukrajnában háború van jelenleg is, ezért a Magyar Kézilabda Szövetség együttműködve a külügyminisztériummal itt rendezte meg az Ukrajna és Észak-Macedónia világbajnoki selejtezőt, és én mint delegátus vehettem részt rajta. Ebben az évben sportdiplomataként milyen feladatok várnak rá? IHF-től kaptam nominálást az U18-as férfi világbajnokságra. Mikor is volt? Augusztusban lesz, és Horvátországban. Visszatérő hazai vizekre, nyára, ugye tavaly volt strandkézilabda, voltak nemzetközi tornák is, most mit terveztek? Nagyon mozgalmas lesz a nyár, úgy gondolom, hogy kezdünk visszatérni a régi kerékvágásba a pandémia után. Májusban ugye az U8-U9-es kezdő dobás program lesz, lezárul majd a játékvezetői utánpótlás képzésünk, az alapfokú játékvezetői tanfolyam, nyáron újra szeretnénk a Hand Beach-et megszervezni az élményfürdőben, és szeretnénk, hogyha a Huniort is meg tudnánk idén szervezni. Tiszavassáriban komoly hagyományai vannak a kézilabdának, most is itt vagytok két csapattal a kezdődobás program nyíregyházi rendezvényén. Egy fiú, egy lány csapat, milyenek a gyerekek? Meg vannak illetődve. Ez a korosztály, az elsősök, az U8-asok, akikkel én vagyok. Hát ez ilyenkor reckér, hogy fognak játszani. Akkor bejönnek egy ilyen hatalmas nagy térbe, már meglepődnek. Meglátják az idegen gyerekeket, már megijednek. Már játszottunk egy meccset, mondjuk akkor cserégettem a gyerekeket, tehát más gyerekkel voltam, mert csak 8-at lehet hozni. Ők bátrabbak voltak, most egy kicsit megszeppentek. De egyébként nagyon sok mindent tudnak már. Mennyire népszerű most Tiszavassáriban a kézilabda? Húha, a mostani generációkkal egy kicsit nehezebb egyáltalán a sportba befogni. Minden kisfiú focizni akar többnyire. De megpróbáljuk úgy alakítani, hogy focizzon is, meg kézilabdázzon is. Az a lényeg, hogy maradjon meg a sportnál. Egyébként, ha beoltjuk őket már most elsőben, akkor általában megmaradnak. Ugye most játszanak a gyerekek, a gólokat elvileg nem is számolják, de hát azért gondolom, a gyerekek is tudják, és a szülők is a lelátón. Mi az, amivel kedvet lehet csinálni, itt lehet tartani őket a kézilabdapályán, hiszen a sportágok között is nagy a rivalizálás, és mint tudjuk, azért millió más dolog van, ami elviszi a gyerekeket a sporttól. Ez nagyon jó, hogy nem számolják az eredményt. Én koromból kifolyólag már nagyon-nagyon rég foglalkozom szivacs kézilabdával. Mikor számolták az eredményt és jó helyezést is értünk el, nekem az nem tetszett, hogy az edzők akkor nagyon teljesítményorientáltak voltak, meg a szülők. A szülő kiabált, az edző tombolt. És így, hogy ez nincs, ez nagyon-nagyon jó. Mivel motiváljuk? A gyerek nagyon szereti a labdát. Én testnevelő vagyok 39 éve. Órán is mindenhol a gyerek nagyon szereti a labdát, ezt csak ki kell használni. Nagyon ügyesen meg tudják tanulni a szabályokat. Ezzel lehet, a játékosságukkal lehet ilyenkor motiválni. Nagyon szeretnek. Ha nem játszunk, akkor mindig az a baj, miért nem játszunk, de természetesen ebben a korosztályban az a legfontosabb, hogy a képességeket fejlesszük. Ugye ők a legkisebbek, hogyan szerepelnek a idősebb korosztályú csapatok Tiszavasváriban? Két csapattal most országos elődöntőben vagyunk. Ezek a 7-es, 8-os fiúk, a 4. korcsoport, igen, gondolkodtam, és a 3. korcsoportos lányok is az iskolánkból elődöntőben vannak az országoson. És ez szép eredmény. Bár egyre nehezebb gyerek, hát kevesebb a gyerek. Ez a legnagyobb probléma. A kisvárdai kézilabda is képviselteti magát a mai rendezvényen. Milyen csapattal érkezik? Mit tudnak már ezek a gyerekek a kézilabda alapjaiból? Kisvárdai U8-as kislányokkal jöttem a mai rendezvényre, ide Nyíregyházára. Ez már a második fordulunk ebbe a bajnokságba. Igazából decemberbe kezdtük mi a munkát a lányokkal. Pedagógus mi voltam, miatt a gyerekek mindig is közel álltak hozzám. Igaz, hogy felnőtt csapatnál dolgozok a Kisvárdánál, de a gyerekektől nagyon nehéz elszakadni, és ezért is gondoltam, hogy akkor a Kisvárdán egy kis gyerekcsapatot, hát majdnem azt mondom, hogy szabad időmben, de igazság szerint a fennmaradó időmben el tudtam vállalni, és a gyerekek nagyon hálásak tudnak lenni, és ez feltölt engem a mindennapokra.
Ugye Kisvárdán már évek óta él volna belő a női kézilabda csapat, népszerű is a városban. Mennyire népszerű a gyerekek, mondjuk a lányok körében a kézilabda? Kisvárdáról két csapat is érkezett U8-as kategóriába. Mivel két csapat van, én azt gondolom, ha jól emlékszem, több mint 20 lány van ebbe, tehát egyre népszerűbbek. Az elmúlt két hétben 3 új kislány csatlakozott hozzánk, van köztük egy ukrán kislány is, ott nyelvi nehézségekkel szembesülünk, mert nem tud magyarul, de szerencsére van egy kislány, aki fordít nekem 7 évesen már, és így maradéktan el tudja végezni azt a munkát, vagy munkát, amit kérek tőlük. Mennyire jók ezek a rendezvények? Hogy látod, milyen hozadékuk van? Azt gondolom, hogy ez egy kiváló kezdeményezés, hogy már 8 évesen a játékba belekóstolhatnak. Nyilván itt a szabályok még lazábbak, nem veszik figyelembe, hogyha mondjuk 4-et lép a gyerek, nem annyira szigorúbbak. Gyerekek 3-3 ellen játszanak, nincs eredményszámítás, a játék szeretete a fontos még ebbe a korosztályba, hogy megszerettessük hosszú távra a kézilabdát. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli az amatőr NB1 rájátszásában. Farkasinszki Gyuláni együttese a Sopron második csapatát fogadta, és a vendégek 84-43-as győzelemmel távoztak a Szent Imre csarnokából. Az eredmény alapján egy nagy arányú vereség volt, de ezt amikor belevágtunk ebbe a rájátszásba, akkor is tudtuk, hogy ezek nem lesznek egyszerű és könnyű mérkőzések. Tehát ezt tudni kell, hogy ugye itt azért az ÁS csapatok második csapataival játszunk, nem ugyanaz az edzésszám, nem ugyanaz a termet, talán inkább így mondom, mert minden poszton 10 centivel magasabbak voltak, és szerintem legalább 10-15 kilóval nehezebbek. Na most, ami tőlünk telt, mi azt mindent megpróbáltunk megtenni, annak érdekében, hogy egy szoros jó eredmény szülessen, de sajnos ugye itt a Kamil az első percben megsérült. Na most ez azt jelentette, hogy nekünk a kezdőütből a Szara Zsófi már a második mérkőzésen megsértül, a Mavszeren Dobolilla ugye egyetlen egy mérkőzés nem tudott még a rájátszásban játszani, és azért egy kezdőötből 3 ember kiesése azért az annyira komoly dolog, amit nagyon nehéz azoknak a játékosoknak pótolni, akik ugye addig epizód szerepeket töltöttek a pályán. Tehát most neki kellett volna ugyanazt megoldani, amit ugye eddig azok a kulcsjátékos oldottak meg. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy amit lehetett a lányok megtettek, úgy támadásban, mint védekezésben. Nem voltunk egy súlycsoportban semmilyen szinten, de mondom, amikor belevágtunk ebbe az egészbe, ez akkor már valószínűsíthető volt, hogy mi ezeken a csapateken játszhatunk jó mérkőzéseket, de nem valószínű az, hogy mi fogjuk ezeket a mérkőzéseket megnyerni. Sajnos a sérülések azok pedig még inkább hátráltatják a helyzetünket, de nem baj, akik itt vannak, azok emelt fővel csinálják végig, küzdenek, hajtanak, dolgoznak. Én úgy gondolom, aki kint volt ezen a mérkőzésen, mert a lánynak sokan voltak kint, azok mind büszkék lehettek a játékosainkra, mert mindent megtettek a érdekében, hogy emelt fővel tudják elhagyni a pályát. 4 mérkőzés játszottatok már, és van egy győzelem, hiszen a Pink Pécset sikerült megverni. Ők érkeznek majd a hétvégén. Ez milyen mérkőzés lehet? Nem tudjuk, hogy milyen mérkőzés lehet, mert az első mérkőzésen komplett csapattal játszottak ők is, meg mi is. Na most utaztak már el ők is úgy, hogy inkább a juniorokat vitték, mint a komplett csapatot. Ugye ők azért egy NB1-ának a bennmaradásáért küzdenek, tehát ugye nekik azért komoly mérkőzéseik vannak. Ugye ők szombaton is pályára léptek, ugyan Pécsen, de pályára lépnek. Úgy kellene eljönniünk hozzánk vasárnap, tehát meglátjuk, hogy ők kivel tudnak jönni. Mi sajnos ugyanebben a cipőben járunk, mert nekünk ugyanúgy sérültek meg azóta a játékosaink. Szerintem ez egy érdekes mérkőzés lesz, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ha ők komplett csapattal jönnek el, akkor nekünk nem sok esélyünk lesz arra, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Az eredményektől függetlenül gondolom, azért van hozadéka, vagy lesz hozadéka ennek a 8 mérkőzésnek? Remélem, mert ugye azok a játékosok, akik végigjátszák ezeket a mérkőzéseket, mérkőzésről mérkőzésre stabilabbak és erősebbek, tehát jobban föl tudják venni akár a kontaktot, akár a gyorsaságot, tehát hogy sokkal gyorsabb ütemben kell dobni, sokkal keményebben kell védekezni, sokkal gyorsabban kell lereagálnunk azokat a helyzeteket, amiket ugye eddig nem kellett.
Tehát ugye ebből látszik, hogy mi a különbség a kettő közt. Tehát, hogy nekünk eddig ilyen mérkőzésünk volt havonta egy, két havonta egy, most viszont hetente kell ezeket a mérkőzéseket játszanunk, és ez azért keményen felöli ezeknek a játékosoknak az erejét. És azt mondom, hogy azok a játékosok viszont, ugye, akik eddig is játszottak a juniorban, tehát ugye ők hétről hétre megméretetik magukat, azok könnyebben veszik most ezt az akadályt, mert nekik eddig is ilyen mérkőzéseket kellett játszanunk. Hogyan áll a junior csapat? A junior csapat az áll, és ennek jól áll. Most a György csapatát fogadtuk, vasárnap nyertünk 12 ponttal. Ha idegenben is tudunk nyerni, akkor a 8 közé jutásért szerepelhetünk. Azt aztán meglátjuk, hogy ott mi lesz, ott a Szekszárd vagy a Kecskemét csapatával kerülhetünk össze, de elég még a György ellen győztesen kell elhagynunk a pályát. A nyíregyházi kosársuli Pink PVSK U23 mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!